Vállalkozás indításra ugye foglalkozunk sokat, te is ugye a marketingen belül biztos sok kezdővállalkozóval találkozol, fiatal vállalkozóval. Köszönöm. Hogy egyrészt mi szerinted ma a legfontosabb a kezdővállalkozóknak? Mi az az első három lépés szerinted, amivel számoljon, foglalkozzon az ember, amiben képezze magát? Mi az a top három, amit így először kiemelnél? Oké, és hát szerintem nagyon-nagyon fontos a marketing és online marketing tudás. Ebbe akár jobban is belemehetünk majd, hogyha úgy látod, hogy ennek van értéke. Abszolút. De azt gondolom, hogy ugye pénz nélkül nem igazán lehet vállalkozást indítani, meg jól megélni belőle, és ez mindenképp szükség van a marketingre. Aztán a második legfontosabb kérdés, az szerintem az, hogy megfelelő üzleti modellt válasszon az, aki elkezd vállalkozni. Például, hogyha valaki marketinges, akkor ott is nagyon sok módja van annak, hogy hogyan keresi meg a kenyerét. Lehet oktatással foglalkozni, mint én, lehet kivitelezéssel foglalkozni, mint mondjuk például a te csapatod, és ez csak két egymástól tök eltérő terület, és ezeken belül is ugye egy csomó modell van. És nagyon fontos, hogy azt a modellt meg tudja találni, ami egyrészt szívéhez, lelkéhez közel áll, tehát szívesen csinálja, másrészt pedig kellő mennyiségű pénz van benne. Oktatáson belül is például lehet bemenni olyan zsákutcákba, amik nem biztos, hogy tudják azt az árbevételt, azt a forgalmat generálni, amikkel a célokat meg lehet valósítani. Úgyhogy tök fontos, hogy ez az egész üzleti modell, ez mind a szív és lélekkel, mind az üzleti célokkal rendben legyen, mert nagyon-nagyon sok időt lehet elcseszni azzal, hogyha valaki ezt nem gondolja át az elején. És a harmadik, amit én mindenképp fontosnak tartani kezdőknél, az az, hogy a vállalkozói gondolkodásmódot próbálja meg elsajátítani. És ennek szerintem a legjobb módja az az, hogyha olyan közösségekbe jársz, ahol már egyébként vállalkozókkal tudsz kapcsolatot építeni. Pont van most egy kedves barátom, aki kézműves vállalkozást épít. És nagyon jól látom rajta azt, hogy mennyire másabb világban él, mint amiben én benne vagyok, immáron 7 év vállalkozás óta, vagy 7 év vállalkozás után. És olyan paradigmái vannak, olyan gátok vannak a fejében még, amit csak és kizárólag azt fog lerombolni, hogyha elkezd vállalkozói közegbe járni. Tehát fejlesztenünk kell magunkat marketing szempontból, hogy legyen elég vevőnk, fejleszteni kell az üzleti modellünket, hogy szívesen csináljuk és kellő mennyiségű pénzt biztosítson a biznisz, és egyébként emellett a vállalkozói készségeket, gondolkodásmódot is fejleszteni kell, mert ez egy tök más világ ahhoz képest, mint amit a szüleink nagyon sok esetben mondanak, hogy menjél a fix fizetésére, az a biztonságos.